Nem kell ezt szélesebbre taposni. Szerinted hova mehetünk egy New York City taxival? Egy Chevy Caprice-szal? Biztos, mert Wartburgokat megyünk nézegetni, nem? Nem! Tévedés! Tévedés. A mai műsor megint csak monotematikus lesz, szívünknek kedves. Úgyhogy most V8-as amerikai autókat fogunk próbálni, meg rúgni. Meg legyen power, hát legyen tánc, legyen univerzális balhé. Az a jó V8-as, hogyha kihagy egy henger, mindig van 7, vagy 6, vagy 5. Ezt már hajtani kell őket. 8 hengeres autók, kész, speed zone, ennyi, nem kell ide több. Úgy éreztem, hogy okvetlenül szüksége van még amerikai autókra, úgyhogy el is mentem a Crazy Cutters garázshoz, hiszen az ő telepük nem egy egyszerű műhely, hanem a legkülönlegesebb filmes autók vas és olajszagú szülőszobája. Egy szóval ez nem az a szülőszoba, ahol steril körülmények között gumikesztyűben fogva sír fel a gyerek, nem, itt a gyerekek flexikra és fényező pisztoly sziszegés közepette születnek, mert ez a Crazy Cutter garázs. És itt van a két főkolompos. Szevasztok! Szevasz! Szia! Hello. István, örvendek! Hello, Balázs, örülök, Ádám. Hogy megismerlek, szevasz! Balázs és Ádám működtetik ezt a remek kis egyesületet, ahol többek között ilyen dolgok is születnek, és most megmutatjuk önöknek, hogy miből is épül fel, meg hogyan működik az amerikai power! A klasszikus amerikai autók felépítése meglehetősen egyszerű, ezért könnyen szerelhetőek és rendkívül tartósak, kivéve persze, amelyik nem. Az esetek 90%-ában a hatalmas karosszéria egy erős profilokból összehegesztett állvázon nyugszik, a hosszában elhelyezett V8-as motor pedig a hátsó kerekeket hajtja. Ennek az építési elvnek felel meg az első autó is, amit megnéztünk, egy 8200 köbcentis, amerikai léptékkel picike Chevy Nova. Tulajdonképpen ez a legkisebb amerikai muscle car, mondjuk úgy, hogy az amerikai Swift. Így van. Viszont tessék. Jó nagy motor elfér benne. Figyeljük, mert mindjárt. Ezt nézzék meg jól, ez az amerikai Suzuki Swift. Ez ugye a Death Proof nevű. Mi volt ez a borzasztó magyar címe? Halálbiztos, hogy Halálbiztos. Ugye ez volt az a film, ahol Quentin Tarantino visszahozta a Kurt Russellt a köztudatba, mert nagyon kedvenc gyermekkori színésze volt. És pont egy ilyen autó játszotta benne a főszerepet, ugye Death Proof volt a kocsi neve, mert abban nem halt meg még a sofőr, mindenki más igen, az is egy ilyen becsövezett kaszkadőr autó volt. Ez is be van csövezve, van rajta 8 darab sidepipe, mert minden henger külön kapjon egyet. Van egy kis varázslat, ugyanis ebben a GM-nek a jelenleg sorozatban gyártott legnagyobb blokkja van, ez egy 502 köbhüvelykes. 502 köbhüvelykes, ilyen 8200 köbcenti. Tettetek rá egy szívós csonkot két nagy holikarbival, jól látom? Igen, és ezzel kavartuk meg, mert így már nem 502 lóerős lett, hanem legalább 540. Ne, mert hogy kevés volt az 502? Azért lelkivilágokban én belenéznék, hogy amikor azt mondod, hogy kevés az 502, nem adta ki. Szerintem most csináljuk azt, hogy kicsit így elmegyünk vele autózni egyet, mit szólsz? Hajrá, nézzük! Tudj benne, jössz? Benne van, pa, gyere, segítsél, mert lehetnek ilyen beülhet hátra. Dolgok. De jó lenne. Kádló ülés. Négy pontos öv. Van itt minden, mint a búcsúba. Jaj. Tukatom? Ha persze. Hoppá! Azért ez nem játék. Elég kemény egyébként, tehát még egy én is félek. 8-2? Aha, szedi az alában. A szervó az ilyenkor jól jön, mert azért annyira nem könnyű az orra a motor miatt, hogy visszaszedni azért az kihívás. Ezt én szeretem. Mindig jobb egy túlmotorizált autóval csinálni ezt, hogy elveszed és tudod, hogy egyenesbe jön. Ez egy biztos, hogy az autó gázreakciója az több mint kielégítő. Én úgy gondolom.
hogy ezzel nincs hiba. És ugye mit minden nagyon nagy nyomatékú autó, azért ezzel is nagyon óvatosan kell. Mert hamar megvan a baj. Hamar megvan a baj, és ugye a lényeg az, amit sokan nem tudnak, hogy idejében el kell venni. Ez a titka az egésznek, hogy sokkal hamarabb el kell venni, mint gondolnád. Mint ahogy az ember gondolná, mert amikor utána gondolod, akkor már késő van. Akkor már késő van. Ez nem oké. Komoly cucc, hatalmas a fordulókör, azt tegyük hozzá. A fordulókör azért jelentős. Viszont ezt látni magad előtt, hallani ezt a hangot, tudod, hogy nem lehet bánni. Már még észnél vagy. Ahogy egy kicsit is elgurul a gyógyszer, azért ez a... De tényleg ez az autó, amitől még én is félek. Nem állt szándékomban, kedves vendéglátom, hogy Balázst nagyon megijeszteni. Eszemágában sem volt, hogy reszketve küzdjön az életben maradásért mellettem, úgyhogy inkább visszaindultunk, hogy megnézzünk egy másik V8-ast. Ez kemény nagyon, nem játék. Szóval csak annyit tennék hozzá, hogy ha létezik érv a downsizing ellen, akkor itt van, tessék. 4,5 méternyi érv, 8 hengernyi érv, 550 lóerőnyi érv, amerikai erő, és az? Smokey és a Bandita, Burt Reynolds. Gyerekkorom kedvenc filmje. A tiéd? Enyém. Ez úgy becsípődött olyan 10 éves koromban szerintem. Ez a klasszik. Igen. Ez a klasszik. Matrica rajta, ahogy kell. Így van. Mi az, hogy 7-6? Itt valami merénylet van. Hát egyet több. Igen, ez a Pontiacnak az óriás motorja, ami eredetileg 7500 köbcenti volt, de még azért 100 köbcentit feljebb fúrtunk rajta a biztonság kedvéért. Most de ezt nem tudjátok abba hagyni, ezt a furkálás teljesítménynövelést, vagy ilyesmit. A nagyobb mindig jobb. Ezt magadnak csináltad? Ezt magamnak, igen. Ez folyamatosan épül, tehát itt mindig vannak új koncepciók, ez kb. 20 éve folyamatosan változik. Felhívnám a figyelmet arra, hogy a jó ízlésű amerikai autós az nem fekete 8-ast kér a váltógombra, elkoptatott, unalmas vacak a fekete 8, a piros 3-as lesz a menő. Szerintem most ragadjuk meg a piros 3-ast, és csapassunk egy körbe. Nem egy kicsit ilyen smoky és a banditása, mit szólsz hozzá? Hajrá! Tud ez menni, nem? Hogy a viharban el tudnám. Olaj, víz van? Minden van most már. Becsukom. Ez volt az első autó? Vannak benne darabjai, igen. Tehát vettem egy Firebird-et első autónak, aztán kiderült, hogy azt nem lehet forgalomba helyezni. Mert? Hát, mert nem is tudom, akkor jött be ez a ilyen ENSZ EGB zajkibocsátás és emissziós szabvány. Mondjad ezt a zajkibocsátást? Mesélj még erről, hogy volt ezzel a zajkibocsátással. Nem is értem, hát próbáljátok, menjünk már ezzel, mert egyszer egy versenypályára, vagy valahová ezzel. Menjünk, én. Ezzel egy gyakorlatilag hattam lehet driftelni, hogy körbe rajzolod az egész világot. Azért. Van ennek is feelingje. Van. Az ember így építgeti így magának, aztán így mindig változik rajta. Valami most néha már van olyan érzésem, hogy kicsit így túltoltam és... Igen, nekem esett több lett volna? Igen, lehet, hogy jobb lenne egy kicsit utcai verzió, úgyhogy majd most lehet, hogy visszafejlesztek rajta. Egy pár évig ilyen volt, de ezen folyamatosan így lehet változtatni. Na, Burt Reynolds azért tudta, mibe kell ülni, én úgy gondolom. Nem biztos, hogy ő választotta magának az autót, de akárhogy is van, jó helyen volt. Figyelj, chargeretek nincs véletlenül? Van kettő is véletlenül. Ne. 68-69-es? Miért szeretnél? Hát 68... Mind a kettő van, csak azért kérdezem. Hát a Hazard megy el orgyai. Abból is van kettő. Bo és Luke? Megvannak. Rossz kódán Sheriff? Imádjuk őket. Hol vannak? Túloldalon. Akkor menjünk már oda. Menjünk, nézzük meg. Charger, hát az epic. Az nekem nagyon kell. Támogatónk az MKB Euroleasing. Számolhat velünk. A
műsor támogatója az Axia Kft. Mezőgazdasági és építőipari szolgáltatások szívvel, lélekkel. A műsor támogatója a Petronas motorolajok kiemelt forgalmazója, az olajshop.hu. Csapatok hazán. Ez az, ez az. Ha létezik ikonikus autó az amerikai filmiparban, akkor a Charger az. A Hazard megye lordjai forgatás alatt több mint 320-at használtak el belőle, de a végén már annyira nem volt, ugye ahogy haladtunk előre az időben, annyira nem volt 69-es Charger, hogy már azokat az autókat rakosgatták. Igen, a 68-asból meg 70-esből igen, is már egyszer összetörtek, 69-es. És a hiedelemmel ellentétben a filmes autókban sose volt Hemi motor. Egyébként nem csodálkozom rajta, mert a Hemi motor már akkor is olyan drága volt, mint az arany, és ez a mai napig nem változott. A Chrysler koncern autóiba épített Hemi motor az amerikai autósok számára a motorépítés és a sportosság csúcsa volt. Nevét hemiszférikus, azaz félgömb alakú égésteréről kapta, melynek köszönhetően teljesítménye jóval nagyobb volt, mint hasonló hengerűtartalmú konkurenseinek. A 440-es az mekkora az? Az 7,4 literes, és azt jobban szerették a kaszkadőrök, azért, mert jobban neki lehetett futni a rámpának, viszont fel kellett emelni minden autó elejét, így álltak egy picit, hogy ne ütődjön neki, amikor ugrik, és azt mondták, hogy repülni vele nagyon jó volt, leérni nagyon rossz. Ilyen 2-3-400 kilós ballasztot raktak a fenekébe, ugye, hogy repüléskor ne húzza le a motor, mert általában mindegyik autó összetört, aztán meg megrogyott, csak jobban nézett ki a képen, hanem orra esik le, mert akkor onnan már nehéz elkamúzni, hogy tovább megyünk, hanem így általában így van négy kerékre, vagy a hátsó kerékre. Ezért voltak elég meredek ugratások, hát amely gyerekkoromban emlékszem. Kürt? Kürt? Nyomsz egy kürtet? A kürt benne van. Na hát az kell a dallamkürt, az a legendás Dixie című dalnak az első pár taktusa, és az is arról szól, hogy de szeretnék én újra délen a gyapott földeken járni. És ez volt tulajdonképpen a himnusza a déli államoknak. Mindent tud. Nyissuk fel a motorház tetejét, hogy mi van ebben? Viszont biztonsági pöcök azért van. Viszont itt a nagy hegy alatt nagy medvel, akik el lett követve, a nagy gétető alatt. Van egy csodálatos Edelbrock motorunk. Nagyon szép, nagyon szép. Ez mit tud most? 350 és 400 lóerő körül. De ugye ez a lehet valahol. Igen, ez a 383-as. Papír szerint 375 lóerő lenne. Igen, és a mopároknak mondjuk ez egy specialitásuk volt, hogy ez viszont nem egy alvázas autó. Tehát ez egy önhordó karosszéria. És itt van egy bölcső keret, amin a motor igen, van. Igen, látszik is. De ugyanúgy, mint ahogy a modern autóknál, itt nincs az a külön nehéz alváz, hanem viszont, a futómű alkatrészei. Viszont figyelj, ezen tök modern fék van. Szóval igen. Azért látom, hogy a fékhez azért szívesen hozzányúlsz az amerikai autókhoz. Azért a mai forgalomban nem baj, hogyha megáll az ember előtt a sor a vészfék asszisztensen. A Dodge Charger a 60-as évek végének talán legszebb és legerősebb izomautója volt. Karcsú formája és rejtett fényszórói ugyanúgy lenyűgözték a vásárlókat, mint a Hemi motoros csúcsváltozat 400 lóerő feletti teljesítménye. Egy ilyen jó állapotú példányért már 100 ezer dollár feletti árat fizetnek az árveréseken, itt pedig volt belőle kettő. Ezzel meg szól a gyári. Holnap után jövök. Adózza rendesen a karulós. Hogyha van amerikai autód, ilyen korabeli, akkor oké, hogy törekszünk az eredeti állapotra, de azért ne bántsuk már magunkat, meg ne akarjuk magunkat kitolni, tegyünk bele négy ilyen gátlót, vagy egy ilyen futóművet. Igen, meg hát olyan karakterisztikájú rugókat. Igen, az autó nem rontasz, ellenben a saját életkörülményeidet jelentősen javítod. Ugye az elékelt főtengely miatt van ez a klasszikus amerikai autós rongyogás. Hát egyébként változik az ember, ahogy így öregszik. Én azt gondolom, hogy mikor fiatalok voltunk, mi is ledobtuk az összes kipufogót, és élveztük, hogy ordított, hörgött, csattogott az magyarán a polgárpukkasztás. Aztán most már rájött az ember, hogy az lehet, hogy nem is volt annyira szép, csak tetszett nekünk régen, mint a Kronfelni, meg a Bundesliga séró. Igen, de a V8 hang az mindig jó. Tényleg így tudod. Az kötelező feltalálták. De újra élned a gyerekkorodat, nem? És gondolom, hogy nagyon utálják azok, akik nem érzik ezt az autózás dolgot. Tehát nem láttad a Hazard megye lordjait, akkor minek élsz érted? Szóval akkor ne.
Aki viszont látta, az egy bőre veszi, hogy milyen helyen. Teljesen meg vannak örülve érte a várnyban. Ima van a rádióban. Ez hibátlan. Mi kell még, és közben ülsz, érted, a Bo és Luke autójába. Én szeretek ebbe az autóba menni. Van az a pont, amikor az embernek a mítoszai lerombolódnak, mert szembesül velük. Ebben a formában így megcsinálva ez az autó viszont nem ez az eset. Teljesen jó, tök használható, jó a futómű, szépen jár a motor. Meg ez az. Viszont Barry Newman, Vanishing Point, ugye az ott a Challenger? Hátul ott elrejtőzve. Ugye? A Vanishing Point nagyjából a legjobb autós mozi, amit az amerikai filmipar valaha kinyomott magából, és ez egy igazi autós film, nem ilyen Fast and Furious féle gyerekmese. A létező leghülyébb magyar címet kapta, azt hiszem a Szágúdás a semmibe, de Vanishing Point néven keressenek rá, mindenképpen nézzék, mert olyan snittek vannak benne, hogy így 2 kilométerről lassan, nyílgázon, így megy át ez az autó, és a legjobb motorhangok vannak benne, és egy zseniális és autó. És a legszebb amerikai tájokon járnak. Abszolút. És ez egy mikori Challenger? Ez az? Ez egy 71-es. A Barry Newman Challenger. Így van. Ugye ez volt még van benne egy kis fehér is. Elképesztő jó néz ki. Nagyon nagy kár, hogy ezt nem próbáljuk ki. Úgy látom, hogy most itt valami történik vele. Leginkább ilyen kerékcsapágycsere, meg fake upgrade. A Dodge Challenger akkor jött a világra, amikor a Pony Carnak nevezett kis sportkocsik napjai már meg voltak számálva Amerikában. Ez persze nem jelenti azt, hogy nem volt jó autó, sőt, brutálisan erős motorjával és nagyon szép vonalvezetésével sok szívet hódított meg, hát egészen addig, amíg be nem ütött az olajválság. A Dodge hosszú szünet után 2008-ban újraélesztette a Challenger nevet, mégpedig egy full retro sportos kupéval. Úgy gondolom, hogy az amerikai autó az azért nagyon jó, hogy itt van velünk, nem csak azért megmutassa a múltat, hanem ott tulajdonképpen örömet okozzon valamilyen szinten, mert hol hallasz már ilyen hangot, hol látsz ilyen formákat, szóval ezek kellenek még mindig. Ha már ilyen filmes sztoriban vagyunk, akkor várjatok egy kicsit, jön még valami érdekesség. Micsoda? Egy Firebird. Firebird? Az, hogy önmagában nem érdekes. De mit tud? Villog az eleje, fekete színű, ismerős? A retina! Hát ez nagyon kevés. A lézer kisüti az agyadat. Megy minden, beszél is. Minden, futófény. Hé, Pajti, rozéfröccset, de kevés szódával. Ez nagyon kemény. Michael, nem akarsz kiszállni, vagy mi van? Szia! Szevasz, Vágy István! Károly Jankos! A belseje is meg van csinálva! Minden, teljesen. Meghalom! Ez mi, ez egy gyerekkori állam, hogy neked legyen egyed? Igen, szerettem volna egy olyan autót, ami csak nekem van. Tehát egy különleges autót szerettem volna. Ez biztos. Egy ember, aki valóra váltja az álmait, és épített magának egy Night Industries 2000-et, ugye a kitnek a rövidítése. Úgy van. Ilyen beszélni is tud? Hát a nevét el tudja mondani, ne. Ha nagyon akarjuk. De igen. Mondjál. Üdvözlöm a fedélzeten, a nevem ki. A maga számára én vagyok a Night 2006. Bemutatkozott ők itt. Ugyanúgy mozog a háttála, mint a filmben. Tudod, mikor ugrott, hogy hú, Pajti, ez nagyon meleg volt, és látod, hogy így áll a földbe az autó. Mindent lemásoltunk. Elképesztő. De nézzük meg az összes ikonikus gomb. Most végignyomkodjuk mindent. Jújjújjúj. Hát ez... Ez két. Hol a gyújtás kapcsoló? Kérlek szépen, ide van erre egy. Ne! Igen? Úgy van. Egyszer van karácsony. Ó, oké. Akkor kicsit fogjuk fel, amit látunk, jó? Adjál időt. Ne. Azt mondja, hogy... Ne. Ne. Azt mondja, hogy... Ez mit csinál? Hát ezek a gombok lényegében csipognak, hangot adnak, világítanak. De ennyi? Ennyi. Viszont itt van a gomb, amit minden epizódban kétszer meg kell nyomni, és jön a gyorsítás. Ezt mindenki megnyomja, aki beül. Ezt mindenki, ez kivétel nélkül. Itt mindig futkározik valami? Igen. Tehát de ezek a motorállapotát mutatják tényleg, vagy csak úgy mászkálnak a ledek? Például ugye itt van a fordulatszámmérő, amit mutat digitálisan is, LED sorral is mutatja. Mozdul a LED sor. Ez igazából a beszívott levegőt mutatná,
ez a kipufogó oldali hőmérsékletet, ez az üzemanyag átfolyást. Tehát itt mindenről tudni kell, ami történt. Itt valami turbina van valahol. Az eredeti műszerfal az a filmes műszerfal alatt helyezkedik el, tehát az... Sírok zakogok. Tudod, hogy mennyi pénzt költöttél el? Nem mertem számolni, de szerintem egy kisebb lakást tudnák belőle venni. A szent őrültek! Én akarom ezt, ki akarom próbálni, hogy mit szólnak az emberek. Hú, Aztán suhanunk, mint Michael Knight. Hú, ez a kormány azért, ez így elég kemény. Szopni kell, igen. Ezt... Meg lányan neki mentünk. Júj. Ha megengeded, azt javasolnám, kapcsolj automata üzemmódba. Kész szerencse, hogy ez egy autonóm kocsi volt, mert a büdös életben nem tudott volna kiállni egy bevásárlóközpontból sem. Oh-oh. Át kéne ugrani egy kocsit. Elnézést! Épp bűnt üldöznénk! El tudtok állni, léci! Köszi! Megnyomok gombokat! Most már mehetünk. Akármennyire is hihetetlen, Knight Rider, azaz Kit, maga, a Smokey és a bandita féle Firebird utódja. Nem véletlen, hogy csak 6 hengeres motor van benne. Az olajválság a Pontiacot is arra kényszerítette, hogy csökkentse a hengerek számát és űrtartalmát, ezzel szorítva kordába az üzemanyagfogyasztást. Persze egy európainak még egy ilyen kis motor is óriási, a Firebird legkisebb fapadosnak számító 4 hengerese is 2,5 literes volt. Annak idején azért választották ezt az autót, mert jól emlékszem, hogy abban az évben jött ki, amikor a sorozat is? Így van. 82-ben kezdték el a sorozatot, és akkor kezdték ennek az autónak a gyártását is. Én úgy tudom, hogy a producer vette meg az első pár darab autót közvetlen a szalagról. Tényleg? Komolyan. Hogy a filmben ugye szerintem... Jó, azt tudjuk, hogy a General Motors azért erősen össze volt nőve Hollywooddal, hiszen a mai műsorban már mutatott összes autó tulajdonképpen GM Chevy volt, vagy GM termék volt, nem Ford. És hát ez meg egy tökéletes reklám lehetőség volt számukra. Meg is dobta az eladásokat, tehát... Tényleg érezhető volt? Vagy igen, meg... tehát utána olvastam, hogy nem győzték gyártani ezt a fajta autót. Mit csinál a forgalom, amikor ezzel kijössz? Meg mondjuk indexelni elég nehéz, mert itt van a mindenféle rakéta kivető. Igen. Óvatosan, nehogy kilőjön a szép bennünket. Ez döbbenet. Hát ennyi fény, a világon nincs ennyi LED. De mennyi ideig csináltátok? Hát ezt egy jó 5 évbe tellett, mire elértük ezt az állapotot. De ugye ez egy ilyen használható autónak tűnik még ezzel a zarállak is V6-ossal, nem? Igen, hát törekedtünk arra, hogy ne csak nézegetsem az autót, hanem tudjam mozdálni. Te szólíthatsz kinek a kedvet adja? Azt tudod, hogy hány autót használtak el a forgatás alatt? Vagy? Hát én utána olvastam valami több mint 80-at. Ez ugye minden ugratás az egy igen, autó? Igen, minden ugratás az egy autó. Nem egy ilyen felkületet, hogy Pajti, ez így kemény volt, és akkor nagyjából ennyi volt belőle. Azért nem láttuk a sorozatba, amikor földet ér az autó, mert akkor ugye atomjaira hullott szegény, és akkor jött a következő autó. Milyen jó, hogy vannak ilyen emberek, akik tényleg ebben időt és pénzt fetszölnek, hogy ez meglegyen. Maga nevében ez egy csoda. És akkor talán szerintem ez egy tökéletes végszó, ugrassunk ki a jövőbe. Ha tetszett a videó, nyomj egy lájkot és iratkozz fel, hogy ne maradj le semmiről. Ha pedig valami menő speedzone-os cucc kell, akkor irány a webshop.